Ebben a részben a Colorado Springs közelében lévő Pikes Peak csúcsot fogjuk meghódítani botival, amely a Rocky Mountains Daily Front Range-nek a legmagasabb csúcsa 4300 méter, 14100 láb magasan, de azelőtt még megnézünk valami bazi nagy vörös köveket az Istenek kertjében. Jó reggel, gyerekek, nem fagytunk meg, mert jó vastag takaróim vannak, jó melegek. Mínusz 60, reggel 9-ig aludtam 5 órát. Na jó, másszunk ki lám, Boti ébren van-e. Ki ez a betörő, itt majdnem le kellett fújjam gáspréjel. Jó lett volna, kaptam volna egy fröccsöt reggeliben. Ismeritek Botit, ugye falumbelit? Persze, hogy ismeritek, voltam náluk. Na, akkor szedjük össze magunkat. Hogy néz ki Pikes Peak? Ja. Most hívtam félre, ennek már hívjuk fel azt. Fel lehet hívni, hogy nyitva van-e? Ja, milyen szép idő van te! Már leget süt a nap. Most de mínusz 6 volt, mikor felébredtem reggel. Hát, ilyen 20 fok volt. 20 Fahrenheit, ja. Lehelet látszik. Good morning, thank you for calling Pikes Peak, America's Mountain. Today is Saturday, November 2nd, and the Pikes Peak Highway will start the day 13 and a half of the 19 miles. Most visszakapod, ne fél a csóri seggedet, lefémezem. Jöntek meg, Boti, hogy felve van szerelve, teli kamera, akkor walkie-talkie, vagy mi ez itt? Az CB rádió, hemi rádió. Meg ezt a nagy kamerát felfogadtad, reggelit kitettem melegedni, de gyerekek, olyan gyönyörű idő van, ez előbb rövid újson voltam. Hú, van itt, de nem fúj a szél, és ilyenkor, ja, nem számít, hogyha hú van, ha hú, ha nem hú. Nézzétek meg azt a felhőt ott. Mindegy, ízé, ufó. Mit szóltok, hogy megteszi ez ingyenes hotelnek? Nem panaszkodhatunk, Boti, mit szólsz? Ilyen kilátással az ablakban reggel felkelsz, ezeket a gyönyörű hegyeket látod. Gyönyörű, mert reggel ott kell fel a nap, és pont rá süt a hegyekre. Tehát nem, hogy kezdődik, nagyon szép. Jó. Na, Pikes Peak, nem tudom melyik pontosan, de vagy az, meg lássuk hamarosan. Na, úgy sem tudjuk a legfehérebb. Jó, ja, megjön a legtöbb hó van. Milyen jó, tudok fémezni, és nem kell vezessek is közben. Első megállunk az Istenek kertje, Colorado Springs. Na, Pikes Peak, ez az. Ja, igazad volt, most az egyszer véletlenül. Az a havas, az a Pikes Peak. Akkor mi ide megyünk a vörös kövekhez. North Gateway Rock, South Gateway Rock, Grey Rock. Oké. Ja, amúgy ingyenes, nem kell fizetni ide, hogy begyere, adnak egy térképet, megmutassam, már nem vezessé, és lehet ott egy kicsit maszkálni is, vannak ilyen olyan trailek, hajkok. Soha nem tudom magyarul, hogy kell mondani, el vagyok szokva, úgyhogy menjünk hajkolni a trailre! Mit csinálsz? Itt lesz a mászkáló, valahol megálló, hol lesz? Nem, ott ahol szinte meg kell térüljél. Ne. Ahol a parkoló van. Ahol az autók vannak ott. Ahol majd elszalasztam a lányokat. Na, itt vagyunk egyik nagy kőnél. Okay, jump.
complete, yeah. Yay! And cross your legs. Stop. Great, Aditi. Aditi, I'm balancing myself. Jó lesz az így. Nem elég. Kiegyensúlyozott kő. Egyensúlyozott kő. Ráksúlyozott kő. The amazing balanced rock. 300 millió éve. Rocky Mountainnek az őse. Kb. 60 millió évvel ezelőtt tört felszínre, 700 tonna súlya van, és nem erodálódik ezer évek óta. Na, megy itt nagyba a fényképezés. Emberek meg akarják emelni a követ. Jó, hogyha egy kicsit egyet billenne. Egyet a kő billenne. Végetek lenne mind a Twin Peaks-nek. No hiking or climbing. Nem is akartam. Na, menjünk itt akkor vissza erre felé. Kicsit felmászunk oda. Reánk ne essen a nagy bolond kő. Na, szerintem az csak ilyen maintenance road a park rangereknek. Kustinye. Nem láttam a térképen azt az utat. De ez fasz a kő, érdekes. Rendes hó, meg rendes jég, gyerekek. Ereszed félugrálnak. Persze, hogy a hófótok a sziklákon, az nagyon jó néz ki. Egyedi most, ugye? Nem, télen azért rá van keményen havazva itt, gondolom. Ugye. Pont jókor jöttünk. Haladunk át Manitoon. Megyünk a Pikes Peak felé. Egy órán belül a csúcson leszünk, ha kiengednek. Ale fasa, fasa konec.
első kilátónál megálltunk, és már is 8000 láb fölött vagyunk, ugye? Méterben ennyit így? 2400. Hirtelen milyen emelkedtünk. Lent 6000 volt, mint mielőtt indultunk. Jó. 6000 láb. És a jó hír, hogy nyitva van egész fel végig, tehát fel tudunk menni 14000 lábra. Nagyon jó. Ebben az időszakban nem sok alkalommal fel tudsz menni. A rossz hír, hogy kellett fizessünk $30, hogy bejöjjünk. Itt vagyunk a Kristálypatak vízgyűjtőnél. Jó, nagyon fasza idő van. Ragyogó hó, 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 ragyogó hó, hó. Nappal szemben a hegyeket nem nagyon látjuk. Korcsolyát nem hoztunk, úgyhogy most nem megyünk rá a tóra. Na, akkor megyünk fel, csapjuk a csúcsig. Csapjuk, csapjuk. Ja, Botinak az az ötlete volt, hogy menjünk fel a csúcsra, hogy nehogy lezárják, hogyha szél lesz, vagy valami. Most ki van nyitva teljesen. És aztán jövet lefelé, meg megállunk. Még, ha mi, ja, mindegy, hogy mikor. Jó. Mintha itt semmibe mennénk bele, itt csak az ég látszik. Az a fehér vonulat hátul, az a Rockies. The Rockies. És itt megint az a levegőbe megyünk. Jaj, ha bemennék, úristen! Aj, csihány gyerekek! Jaj! Botti, menj inkább a túlsúlyosabba! Aj, ez fájdalmas! De gyönyörű! Nagyon szép! Felértünk. Itt jó dzsuváson néz ki. Építkeznek. Na, nem repett szét. A perec ez nagyon durva, ez bármikor szétrobbanhat. Egyébként se tudod nyomni, nézd meg, úgy meg van keményedve.
Peng, nagyon durva, peng-peng. Felértünk a csúcsra. 4312 méter. Gurulna. Egy nagy macska. A gyerekek, itt vagyunk a csúcson. 14115 láb. Kb. 4310 méter. Bújjunk itt el. Jól lefogja egy kicsit a szelet. Na, szelfizünk, és akkor egy kicsit nézzük szét. De sokat az. Oh yes, baszki, itt rohadt hideg van. Jó, mindenem lefagyott már, pedig még két percre vagyunk itt. Jó. Ez fáj, nagyon fáj. Jó. Jó. Azért, mert velem vagy. Valószínű azért, mert szigény itt van a... Egy tatáink. Mérföldig el lehet látni, azt mondják, 100, mennyi, 180 kilométer. Ott van a nagy macska. Jó. Hova bújtál le megint? Befogy a seggünk. Na, itt teszik fel a láncot, gyerekek, az előbb Botival bementünk, és
rám kiabáltak, jött egy csaj. Mi volt az ilyen patró, vagy ilyen parkőr, ranger? Úgy elkezdett sápítozni, hogy gyertek ki onnan, de már kijöttünk. Csak bementünk egy fényképet csinálni. De a tábla ki volt téve, én mondtam Botinak, aki azt írja keep out, de azt mondja, hogy csak magyarul tud. vicces volt. Aztán meglágyult a csaj, mondtuk, hogy elnézést kérünk. Na jó, akkor ereszkedjünk le. Robert, az utcélén menjünk ki. Jó, de minél közelebb a belső feléhez, de jobb, ha azon a sávon megyünk, mint Angliában lennénk. Boti túl közel szokott a szélihez menni, és nem szereti. Na, ez jó volt, a szelet leszámítva, a szél egy kicsit gyékos volt, de szerencse Botinak volt egy szélkabátja ide adta. A Dodge Ram-ot erről nevezték el. Igen, a Big Horn Sheepről, Ram. Ja. Van ez a jele. Aha. Rendben. Jó. Egy kecskét nem látunk sehol. Megint rohadtul fúj a szél, úgyhogy rövid lesz ez a megálló. Ez az egyik legfaszabb megálló. Annyi mindent lehet innen látni, lent a vizeket, tavakot, az utakot, ahogy kígyóznak. Rengeteg hegycsúcsot. Háttérben a Rockies, Rocky Mountain, az a fehér hegyvonulat. Akkor bezumolunk mindjárt le egy kicsit a vízre. Itt van friss levegő. Éppen, hogy kibírja. Ide is a korlát elmenni. Ja. Hányból lesett van itt? Jövente. Ijesztő. Benézünk a Glen Cove-ba. Meg lehet venni egy csecsebecsét. Egy kis kajáda. Na, nyomtassunk akkor egy kis emléket. Azt írja rajta, hogy Summit, Pikes Peak. Pikes Peak, North Recreation Area, ez a Crystal Lake. Jövet is meg a felén. Na gyerekek, még egy utolsó szelfizés a táblánál, és azzal el vagyunk, mert ne menjél, ne menjél, mert te is benne kell legyél. De jó a völgyre a kilátó. Pont itt a kanyarban, ha? Itt
még voltunk, amikor jöttünk fel akkor is, de most jobbak a fények. Ja. Az előbb ott voltunk len az Istenek kertjében a vörös köveknél. Most fentről egy kicsit bezumolunk. Na, belekattingatsz a felvételeimbe. Nem gond.